E héten csütörtökön tartotta a negyedik rendesülését a városi képviselőtestület. A képviselők fesztizsolt javaslatára egy perces néma csenddel emlékeztek meg a közelmúltban elhunt Erdély Zsuzsanna néprajztudósról, városunk szülöttéről. Az interpelációk és a határozatok teljesítéséről szóló tájékoztató után a tanácskozás egyik legfontosabb napi rendi pontja a költségvetés megvitatása és elfogadása következett. A város büdzséje az idei esztendőre 21.653.402 euró kiadással, illetve ugyanennyi bevétellel számol. A tavalyi évhez viszonyítva emelkedik a kulturális és sportalap keretösszege, így az érintett szervezetek, klubok több pénzből gazdálkodhatnak majd. A pénzek elosztása a jövő heti testületi ülésen történik meg. Képviselői javaslatra létrehoztak egy alapot is, melyre a Sejános Egyetem pályázhat különféle rendezvényekkel. A pénzügyi bizottság javaslata is elfogadásra került, ennek értelmében több tételnél tartalékot alakít ki a város. Több pénzből gazdálkodhat a városi rendőrség, a testület is támogatta a rendőrállomány bővítését a közbiztonság fokozása érdekében. Döntés született az erődrendszer tetőszerkezetének a felújításáról, egy ortofototérkép elkészítéséről és a Városi Hivatal informatikai rendszerének fejlesztéséről. További, tőke jellegű kiadásokról a következő ülésén dönt a testület.